A Magyar Jégkorong Szövetség 4 évvel ezelőtt indította el Gyere hokizni elnevezésű roadshowját, amelynek célja a sportág bázisának bővítése. A rendezvénysorozat keretében korábbi vagy jelenlegi neves jégkorongozók igyekeznek kedvet csinálni a gyerekeknek és a szülőknek a hokihoz. Nyíregyházán az elmúlt 1,5 évben nehéz helyzetben voltak a jégkorongozók. A cél a túlélés volt, a csapatok ki tudtak ugyan állni a meccsekre, a létszám növelését szolgáló toborzókat viszont nem tudták megtartani. Ősszel azonban változott a helyzet. Hál' Istennek meg tudtunk állapodni a fenntartóval, hogy az őszi szünetre jeget tudtunk csinálni. Ez azt jelenti, hogy az őszi szünetre október 25-től azon a héten egy toborzó hetet tudtunk a városlakók felé tartani, ingyenes korcsolyoktatással, és úgy érzem, hogy jól sikerült, nagyon sok gyereket sikerült bevonnunk. Mellette párhuzamosan a múlt héttől elindult a korisuli, ami hétfőn és szerdán 5 órától 3:45-6-ig tart. Az idén először tudtunk már 16-ba is indítani versenyzőket. Az U8 ugye az természetes, U10-be megint el tudtunk indulni, 12-be már nagy sikernek érjük el, hogy nagy pályán játszunk, a 14-be ugyanúgy 3x3, és a 16-ba is a 3x3-ba tudtunk indulni. A nyíregyházi toborzón a válogatott Hári János volt a vendég. A 29 esztendős jégkorongozó pályafutása során játszott Svédországban, Finnországban, Németországban és Kanadában, ebben a szezonban pedig az osztrák ligában szereplő Fehérvár AV 19 csapatát erősíti. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a gyerekekkel. Bennem is erős emlékek vannak gyerekkoromból, mikor ilyen felnőtt válogatott játékosok kijöttek és beszéltek, vagy éppen jégre mentek velünk. Most a sérülésem miatt arra tudott ez a lehetőség, hogy eljöjjek ide és gyerekekkel lehessek. Ennek nagyon örülök, hogy én tudok visszaadni is azért a sportágnak, ami nekem nagyon sok mindent adott életembe iráig. Gyerekkorban annyira lekötött ez a korcsolyázás, meg a hoki, de szerintem most így gondolkozva szerintem az volt a legjobb, hogy kicsit tényleg nem úgy, de kicsit nagyobb tehetséggel kezdtem el, mint a korombeliek akkoriban, és a sikerélmény szerintem nagyon lekötött, hogy nagyon sok gólt lőhettem, meg ugye akkor ugye ezáltal nyertünk sok mindig, és ez szerintem azért élvezes a gyereknek, mikor valamiben ügyes vagy. A Szabolcsi-Solymos csapatai közül az U10, az U12 és az U14 már elkezdte a bajnoki szereplést. A 16 évesek decemberben lépnek jégre először hivatalos mérkőzésen, a legkisebbek, az U8-asok pedig januárban játszanak majd először bajnoki pontokért.